Gróf Nádasdy Borbála gyermekkoráról, neveltetéséről, családjáról, a háború utáni Magyarországról, az életéről beszél Dunaföldváron tartott előadása alkalmával, s a Paletta kulturális magazin kamerája előtt. Mint elmondta, számára mindig fontos volt a remény. Nekem az őseim hite, az mindig reményt adott a jövőre, és most is ezt csinálom. Azért is vagyok itt, azért járom az országot, hogy a reménynek le kell, hogy alapja legyen. Az belülről jön, és nem mondjuk nem a politikusoktól, vagy nem a értelmiségtől, vagy nem az arisztokratáktól, de azért voltak itt ősök, úgy a parasztságban, mint az értelmiség, mint az, akik ebben az országban nagy hittel éltek, és nehéz időkben, és megmaradtunk. Könyveivel, előadásaival, saját életpályáján keresztül idézi és ismerteti meg a múltat az írónő, egykor színész és balettmester, aki 1957-ben hagyta el az országot, s ma Franciaországban él. Gróf Nádasdy Borbála küldetésének tekinti a magyar történelem és kultúra megismertetését határainkon túl. Én egy ilyen kultúrdiplomata lettem, amiért a magyar polgári lovagkeret meg is kaptam, azt hiszem 2012-ben, amire nagyon büszke vagyok. És arra gondoltam mindig, hogy itt ez se könnyű. Ez se könnyű, mert az emberek tudatlanok és fásultak lettek valahogy. Mindig jobban. Csak az, hogy az én kis életem meglegyen. Franciaországban nagyon sok mindenki politizál, de csak úgy. Vagy jobb, vagy bal, de azt se tudja miért, általában bal oldal, hogy Magyarországon az miért, szovjet megszállás, fiatal gimnazisták, fogalmuk sincs. Az nagyon érdekes. Most meg aztán mindig többen jönnek, és az én szervezetemből is, sőt, most már egyedül, úgy Felvidékre, Kassára, vagy Pozsonyba, inkább Erdélybe, ami természetes, és ottan látják, hogy mik. Vettek például egy házat Széken, amit hagyományosan megjavítottak a franciák, ami hát mégiscsak, ugye valami, erre is büszke vagyok, hogy azért Széken, ahol a néptánc mekkája van, tulajdonképpen franciák építenek nádfedeles házat. Az írónő első könyve Zagolni Zabad címmel jelent meg, majd önéletírása folytatásaként a Szabadság Zaga és a Maradni Zabad, de szerzője az Ízes Élet című anekdotákkal színesített szakácskönyvnek is. Örömmel mondta el, hogy több évtized után tavasszal végre hazatér. A Gróf Nádasdy Borbálával készített interjút január 29-én adjuk a Paletta Kulturális Magazinban.